A Szeged Csanád Grosics Akadémia gárdáját fogadta a PMFC labdarúgó csapata a Merkantil Bank Liga 14. fordulójának záró mérkőzésén. Weitner Ádám együttese eddigi remek szereplésének is köszönhetően a tabella éléről várhatta a feljutásra pályázó tiszapartiak elleni hazai összecsapást. Futó továbbra is külső tércalakszakadás, még Hegedűs és Kónya részleges combizomszakadás, Kovács és Vas pedig kisebb sérülés miatt hiányzott hétfőn este. Az első kapura tartó lövése a vendégegyüttesnek volt a 13. percben. Gajdos távoli próbálkozását azonban Helesfai nagyot nyújtózva Újhegyjel szögletre tudta tolni, míg a sarokrúgást is sikeresen hatástalanította a Pécs. Ezt követően átvette az irányítást a PMFC és saját 16-osára szorította be a vendégeket. A 24. percben Kocsis tört be az alapvonal felé, beadását azonban blokkolták, majd a bedobásból beszálló labdát Harsányi bevetődve fejelte, nem sokkal a jobb felső fölé. 5 perccel ezután Kesztyűs mindenkit meglepve jó 30 méterről tűzte kapura a labdát, amit Takács csak kiöklözni tudott. A pécsi középpályás ismételhetett, ám egy szegedi védő belevetődött a lövésbe. Rögtön ezután ismét nagy pécsi helyzet adódott, egy kipattanót Kocsis 17 méterről rúgott rá nagy erővel, de egy vendégjátékos blokkolta azt. A 39. percben kissé jobbról 20 méterről Kocsis célozta meg a szegedi kapu bal felét, a jól helyezkedő Takács azonban hárítani tudott. Hiába állt többször is közelebb a vezetés megszerzéséhez a Pécs, a szünetig nem született gól. A térfélcserét követően a 67. percben Tóth Gábor Kristóf tört be középre, 16 méteres lövésébe azonban bevetődött egy védő. 2 perccel később Kesztyűs tette vissza a labdát Hadarónak, akinek távoli kissé baloldali lövését Takács fogta meg. A 80. percben Tóth Gábor Kristóf az alapvonal közeléből adott be élesen a bal kapufa tövénél érkező Gerának, aki védője szorításában nem tudta kapura tűzni a labdát. Majd Gajdos elé került a labda, aki tiszta helyzetben csúnyán fölé bombázott. Mindkét vezetőedző cseréket alkalmazva frissítette csapatát. Weitner Ádám együttese ugyan a hajrában is igyekezett mindent megtenni, hogy hazai győzelemmel érjen véget a találkozó, a jól szervezett és kontrákra berendezkedő szegediek nem adták oda a pontokat a pécsieknek. A PMFC ezzel a döntetlennel veretlenül már 2 ponttal vezeti az MB2-es tabellát. Folytatás vasárnap 13 órakor Kazincbarcikán. Sajnálom, hogy nem tudtunk nyerni. Próbáltuk a mérkőzésben úgy játszani, ahogy azt gyakoroljuk meg, ahogy kéne. Ez ma kevés volt, harcos, küzdelmes mérkőzést láttak a nézők. Az alap, amit ez a csapat tud, azt hozza. Most a támadójátékban látjuk, hogy hova kell megfelelnünk ahhoz, hogy ezeket a mérkőzéseket behúzzuk. Nehéz hetek jönnek, minden meccs nehéz. Tehát látjuk, hogy mibe kell fejlődni, és mit kell fejleszteni a játékosoknak ahhoz, hogy ezeket a mérkőzéseket eldöntsük. Ezzel leszünk, dolgozunk tovább, nagy munka van ebbe a csapatba, kemény munka, az látszik, tehát azzal elégedett vagyok, de tehát még az út elején járunk, és muszáj fejlődnünk ahhoz, hogy ez a végén ez jól is nézzen ki. First of all, I want to congratulate both team for a really good competitive game today. It was hard game for us, also for Pécs, and both the team won win. But today, I think both team missed some chances, and of course, both team play really, really strong back. So I think that's the reason we draw this game. But finally, we are satisfied with this point. Elsősorban gratulálok mindkét csapatnak, mert egy nagyon nehéz és küzdelmes mérkőzés volt. Mind a két együttes nyerni szeretett volna, de kimaradtak a helyzetek. Ez a védekezés dicséri mindkét oldalon. Összességében elégedett vagyok ezzel a döntetlennel.